kocsiparancsnok egy műszaki vezető szemével, akit egyébként a televízió műszaki archívumának is a gazdája és mindenese. Hogy mikor találkoztatok, milyen kalandotok volt együtt? Meg fogtok lepődni, mert én nem a televízióban találkoztam vele, pontosabban egy szellemi híd még gyerekkoromban épült vele. A következőképpen. Anyám járatta számomra, még nem voltam 10 éves, az Én újságom Tündér Vásár című gyerek újságot, ami 45 után meg is szűnt, tehát azt hiszem, te csak azért emlékszel rám, anyám. Mert megvan nekünk azért emlékszel. Ja, igen. Értem. Szóval az a lényeg, hogy az én anyám is gyűjtögette meg, bekötötte ezeket a köteteket, és lehet, hogy már bekötve olvastam még egyszer végig, egy mesére figyeltem föl, a furfangos róka arról szólt, azt tette, hogy úgy járt tyúkot lopni a faluba, hogy a lábára macska lábakat kötött. És így tévesztette meg a falusi gazdákat, de egyszer porrul járt, mert megfigyelték, és akkor lebukott. Na, ez olyan érdekes sármia volt ennek a mesének, és megígyeztem, hogy Bálint Ágnesig talál. Na, de hát akkor ugye még csak megígyeztem egy nevet. És később, amikor már munkakapcsolatban voltunk, és együtt ebédeltünk a TV étkezdébe, akkor mondom, hogy én már gyerekkoromban olvastam egy meséjét. Igen, azt még 14 éves voltam, amikor az megjelent az Én újságom Tündérvásárban. De mondom, és megvan az magának? Hát sajnos nincs. Meg fog lepődni, nekem megvan, és el fogom magának hozni. És ez így is történt, a következő együtt ebédelésünknél én elhoztam azt a számot, most már nincs meg az egész, de az a szám oda került a Bálint Ági családjába, mint az egyik. Tehát ő tínédzser korában már, hát lehet, hogy ez a Magyar Úriasszonyok lapja előbb jelent meg, de hát ez, mondjuk ez 14 éves korában ez a mese. Na most az én emlékeim elég hézajkbosok és mozaikszerűek vele, mert nem volt sok munkakapcsolatom vele, de együtt nyaraltunk is például, aztán lányával, Ágival is volt, hogy együtt nyaraltunk, tehát ilyen különböző időpontokban meg helyekben fordult elő az ő neve, meg a története. Most szó volt a szerénységéről. Erre egy élő példára világosan emlékszem. Tudjátok többen, hogy a pálykocsi volt az első közvetítő kocsi, utána jött egy korszak az emi kocsi. Az még szintén fekete-fehér volt, de abból 5 is jött egymás után. Én egy időben az elsőnek a parancsnoka voltam. Nem tudom, ki emlékszik már annak a berendezéséről, szóval az a lényeg, de ez Ágihoz kapcsolódik, hogy előültek ugye azok a technikusok, akik a képet kozmetikálták, mert akkor még nagyon instabil volt a kamerakép, állandóan javítgatni kellett felvétel közben. Mögötte volt a rendezőpult, tehát a rendező képvágó hangmérnök, és mögötte még egy magasabb pult, ahol én ülhettem, ahol az egészet ugyanúgy beláttam a rendező feje fölött, tehát mondjuk én a képminőségi őre voltam akkor. Na most én mikor jött az Ági, mint szerkesztő, hogy az ő műsorát fölvesszük egy stúdióba, én oda szerettem volna ültetni a helyemre, hogy figyelje a folyamatot az összes. És nem tudtam rábeszélni, azt mondta, az a maga helye, én majd találok. Többször próbáltam rávenni, és végül leült a kocsinak a lépcsőjére, ugye akkor még magas padlójú buszok voltak, és onnan szerényen a kocsi lépcsőjéről nézte a saját művének a megvalósulását. Na, ennyit a szerénységéről. Hát az állatszervezetéről nem beszélek már semmit, mert ugye azt a többiek részletesen elmondták. Tudom, hogy minket a feleségemmel is sokszor hívott, de sajnos elmaradt a vecsési látogatás. A sportos életéről is szó volt, de erről szintén egy határozott éles emlékem van. Még talán valaki emlékszik arra, hogy a televíziónak mielőtt a üdülője, mielőtt a Balaton mellett épültek, még Almádiba is a hegyen volt egy üdülője, és oda Ági a két lányával, ugye, akik jelen vannak, üdült velünk, és volt egy viharos nap, amikor rettentő barátságtalan volt a Balaton, hullámzott, nem tudtam, hogy ki fog fürödni, de mi azért lementünk.
senki sem nem ment a községi strandon, senki nem ment be, csak az Ágnes, meg az Ágnes, meg az Anna. Ők bátran berohantak a jéghideg vízbe, tehát ennyitre emlékszem, és azt mondták, hogy nagyon jó. Na most a monoszkóp születése, a cicavízió monoszkóp születéséről, ezt tőle tudom. Volt egy értekezleten, ahol az illetékesek azon vitatkoztak, hogy milyen legyen az új monoszkóp. Hát megint csak a régiek emlékeznek arról, hogy egyrészt ez a monoszkóp ábra gyakran szerepelt a képernyőn, mégpedig azért, mert a vevőkészülékek nagyon instabilak voltak, és annak alapján lehetett a jó képet beállítani. De akkor divatszerűen 3-5 évenként egy másfajta monoszkóp volt. Tehát vitatkoztak, hogy milyen legyen az új, és akkor ő úgy játékosan egy monoszkóp ábra közepébe egy cicafejet berajzolt, és így felmutatta, hogy ez jó lesz. Na, ez mindenkinek nagyon tetszett, azt mondta, Ági, ez a te meséid előtt fog szerepelni, ez a cicavízió. És akkor kitalálta azt a szót is, valószínűleg ő, vagy nem tudom ki, hogy cicavízió. Tehát a televízió egy cicával. Na, aztán ez sajnos ennek a monoszkópnak nyoma veszett, mert én 25 évvel ezelőtt, amikor a TV Múzeumban meg szerettem volna örökíteni a többi felnőtt komoly monoszkóp között, akkor sehol se találtam. Valaki mondta, hogy ő emlékszik, hogy ott a Futrika utcában a szerkesztőség ajtáján volt, de azt nyilván elvitte valaki. De végül kinyomoztam, hogy egy Fekete Edit nevű grafikus még valószínűleg él, kint lakott, már nyugdíjas volt, kint lakott Hűvösöldbe, elmentem hozzá, és ő emlékezetből lerajzoltam. És azt hittem, hogy ez a cicavízió monoszkóp. De későbbi kutatások során véletlenül rájöttem, hogy volt egy olyan rádió, tévé műsor, újság, aminek egy számában is szerepelt, és az egy másfajta szerepelt. Abban a számban szerepelt az egérkés, az enyém nálam pedig ott nem egérkék vannak, hanem az a szabályos műszaki körök, amik a felnőtt monoszkópban vannak. Tehát több változata volt, de lehet, hogy három is. Szóval. De hát ugye miután ezeket nem tettek el, még a grafikus se tette el, tehát a grafikus emlékezete alapján rekonstruáltam. És hát ez aztán ugye ki is került a múzeumba az összes monoszkóp között, és ha esetleg ráklikkelnek arra a címre a Google-be, hogy Koreny JTV-s, akkor ott van egy 3 perces anyag a múzeumról, amit a városvédő Rádai Mihály készített, és ott bemutatja, hogy az többi monoszkóp közepén még a cicavízió is ott van, amit sikerült rekonstruálnom. Na, de elég a öntömjénezésből, akkor tovább. Na, még azt akarom mondani, hogy én arra is felfigyeltem annak idején, hogy ugye sok műsorát láttam, hogy a díszletei is nagyon reálisak voltak. Egész biztos, hogy megbeszélte a díszlettervezővel, ugyanis én példaképpen fölhoztam valamilyen báb műsorának a képét, méghozzá úgy, hogy volt nekem egy ilyen nosztalgia füzetem, ahol minden kornak a maga tévékészüléke szerepelt egymás után, és olyan, azokra a készülékekre olyan képet montíroztam rá, ami arra a korra jellemző volt. Tehát tudom, hogy a 60-as években volt egy AT-403-as nevű Orion készülék, és azon szerepelt, kikerestem a rádió fotodábrából egy Bálint Ági bábműsornak a hátterét, és mert azon is a tévé, az AT-403-as színű készülék van, tehát ennyire pontos volt, meg emlékszem, hogy a rádiók, és ugye én elsősorban műszaki dolgokkal foglalkoztam, és főképp azért is, mert tévétörténettel is, és azt figyeltem meg, hogy ő erre is adott, hogy az emberi környezetben hozzátartozik például a korhű technika. Mikor 2002-ben a múzeumban egy élő stúdiót létesítettem, akkor azt találtam ki, hogy egy bábparavánon ott van a Böbe Baba, meg a Malacka, meg ezek. Egy darabig ott volt, de aztán engem végleg kirúgtak, le kellett adni a bábtárba. De hát most is látják, mert vannak ilyen séták. Igen. És akkor van kiállítás. Igen, kiállítás. Igen, köszönöm szépen. Pont a Böben nincs ott. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon örülök, hogy
voltál, és ezeket elmondtad.